A KSH adatai szerint Szamossai szegregátuma mindössze 3 utcából áll. Az itt élő 106 lakosból 40 fő aktív korú vesz részt azokon a képzéseken, melyek célja a hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkóztatása. A projekt nyitó rendezvényét ma tartották, az első kömüves képzések azonban már a napokban elkezdődtek. Célcsoport a szegregátumokban élő 16-54 éves korosztály, illetve az ő családtagjaik. Attól kompensz a program, hogy nagyon sokfajta tevékenységet kell megvalósítani ahhoz, hogy a célkitűzés elérjük, a célkitűzés pedig az, hogy az embereket, akik bevonunk, megtanítsuk hálót fonni. Nem minden nap halat adjunk nekik, hanem hogy megtanul hálót fonni, akkor utána képes azt magát eltartani. Ezért a kompensznek az a része, hogy legyen OK és képzés benne, legyen munkaerőpiacon használható szakai képzésük, és egy csomó más munkaerőpiaci és egyéb szociális családi kompetenciát fejlesztjük az emberekben, amelyel közelhetnek ahhoz a többségi társadalomnak az életszínvonalához, illetve magatartás és kultúrájához. A projekt 36 hónapig tart, ez idő alatt számos OK és képzés indul, legtöbbjük fél éves időtartammal. Ezeken a résztvevők szakmákat sajátíthatnak el, vagy akár azt is megtanulhatják, hogyan kell helyesen vezetni a családot, illetve a háztartást. 80 millió forintot nyertünk uniós forrásból ennek a programnak a megvalósítására, és ez tulajdonképpen képzéseket jelent. Egyrészt most már zajlik a 12 fő ottani lakos kőműves képzése. Ez egy OK-i szakmát fog nekik adni egy fél éves képzés keretében, majd jövő évben az asszonyokat családellátó képzéssel fogjuk még motiváltabbá tenni, hogy még pontosabban, még jobban lássák el a családjaikat. Úgy gondoljuk, hogy a férfiak a kinti munkaerőpiacon is meg fogják állni a helyüket. A képzések mellett kirándulásokat, közös programokat és egészségügyi szűrőprogramokat is szerveznek majd a szegregátumban élők számára. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen azt mondta, a kisebbség fejlesztése az egész térségben fontos feladat. A kisebbséget, a szegregátumban élőket az oktatás és a munka emelheti föl, és gyakorlatilag ez a pályázat, amit Szamossai település is elnyert, az közel szól erről, hiszen olyan OK és képzéseket tudnak a programon keresztül megvalósítani a képzőszervek, és olyan képzésben részesülnek a hallgatók, ami esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, tehát oktatás, utána pedig az elsődleges munkaerőpiac nyilván ugye a munkát jelenti. Én hiszek abban, hogy az itt élő cigányság felemelkedéséhez ez a hozzávezető út. A képviselő hozzátette, a 3 éves program eredményeként a helyi szegregátumban élők hosszabb távon is el tudnak majd helyezkedni, és akár a jelenlegi keresetük többszörösét is tudják majd biztosítani saját maguk, valamint a családjuk számára.